Sziasztok! Nagyon sok visszajelzést kaptunk arra vonatkozóan, hogy az egyik fő probléma az az, hogy nem merek nekiállni. Nem is tudom, hogy hogy fogjak neki egy képnek. Mai videoblogunkba azt mutatjuk meg, hogy akármilyen eszközzel is dolgozol, legyen az grafitceruza, akrilfesték, olajfesték, pasztelkréta, akvarelceruza, bármi, mi az a három legfontosabb dolog, amit szükséges tudnod ahhoz, hogy a végén szemedgyönyörködtető képeket tudjál készíteni. Mind a három dolog fontos, de ebből a háromból igazából egy, ami a legfontosabb, és a legelső dolog, amit meg kell tanulnod, és igazából hiába tudod ezt a kettőt, ha ez az egy hiányzik, akkor fenemegette az egészet. Most mind a három dologról beszélni fogunk, de a végére hagytuk az egyet, a legfontosabbat. És a videó végén egy olyan különleges ajándékot adunk át, amit eddig kizárólag ügyfeleinknek mutattunk meg, azok közül is csak azoknak, akik csatlakoztak a Rajzrajongó Klubja zárt Facebook csoporthoz. Érdemes végignézned! Az első dolog, amit tudnod kell, az az anyagismeret. Az adott eszköz hogyan viselkedik, milyen nyomot hagy, milyen technikával kell vele dolgozni. Nézzük például a grafitceruzát, meg a szénceruzát. Mondhatnánk azt is, hogy mind a kettő fekete, de mégis egyforma nyomot hagy a papíron, vagy különböző nyomot hagy. Egyáltalán milyen papírt kell hozzá használni. A sötéttől haladunk a világos felé, vagy a világostól a sötét felé. Vagy teljesen mindegy. Elárulom, hogy nem. Van olyan eszköz, aminél nem mindegy. Ha belépünk a színek világába, akkor azzal az adott eszközzel hogyan tudod kikeverni a vágyott színt. És akkor ott van a mós kérdés. Mi van, ha elrontom? Ki lehet javítani? Ha igen, akkor milyen technikával lehet kijavítani? A másik fontos dolog, amit szükséges tudnod, az a színelmélet és a tónusok. Tudnod kell, hogy milyen tulajdonságai vannak egy színnek. Hogyan kell kikeverni egy adott színt? Mik azok a fényes színek? Mik a tompa színek? Hogyan használod őket? Hogyan kell kialakítani a képnek a mélységérzetét? Mit raksz hátulra? Milyen színeket raksz előre? Ha csak a tónusozásról beszélünk, egy grafitceruzás rajznál, ott is a kezdőknél az egyik leggyakoribb probléma az, hogy nem merik felrakni a sötét tónusokat, pedig nincsen fény sötétség nélkül. Még hogyha egy színes képet is nézek, akkor is sokkal fontosabb az, hogy kellően kontrasztos és kellően tónusos legyen egy kép, mint az, hogy színhű legyen. Most pedig elérkeztünk a legfontosabb dologhoz, ez pedig nem más, mint a látásmód. Ezzel kell kezdeni a tanulást, ez az alapja mindennek. Ez a sikered 50%-a. Más szóval ezt hívják a művész szemének, ahogy a művész látja a világot. Valakinek ez születésétől fogva megvan, őket hívja a köznyelv tehetségeknek. De van egy szenzációs jó hírünk. Ez a képesség teljes mértékben tanulható. Bárki számára tanulható, te is meg tudod tanulni. Ha egy mondatba össze kéne foglalni, hogy mi ez a látásmód pontosan, akkor azt mondanám, hogy rajzolás közben nézőpontot kell váltani, azaz a vonal megfigyelések helyett a formák figyelésére kell irányítani a figyelmedet. Mindegy, hogy negatív vagy pozitív formának hívjuk őket, a forma figyelés a lényeg. Az alaptanfolyamunkon pont ezt a látásmódot tanítjuk. Rengeteg rávezető gyakorlatunk van arra, hogy az agyad átszokjon arra, hogy a vonalakról kezdje el figyelni a formákat. És ha ezt tudod, akkor igazából innentől kezdve már bármit meg tudsz csinálni. Bármit le tudsz rajzolni, bármit meg tudsz festeni, mert ez mindennek az alapja. És most jön a lényeg. Ajándékba odaadjuk azt a gyakorlati útmutatót, amivel ki tudod alakítani ezt a látásmódot, és rá tudod szoktatni magad arra, hogy a formákat figyeld. Írd be ezt a linket a böngészőbe, és kérd a tananyagot.